A már eladott borokat készítik elő szállításra az egyik szekszárdi borászatnál. Szinte csak a multik felvásárló erejében bízhatnak a koronavírus idején, mondja Bodri István borász. A szekszárdi borvidéken több pincészet is foglalkozik vendéglátással. Most nekik is kiesik az ebből származó bevétel. Elmaradnak a borkóstolók és a rendezvények is. Így az értékesítés több mint 30-40%-kal esett vissza a legtöbb pincészet tulajdonosánál. Ezért az online eladással próbálkoznak. Elég régóta, március közepe óta bezártuk a vendéglátó egységeinket, éttermet és a rendezvénytermünket. Ott nem folyik semmi munka, várjuk a járvány végét és utána fogunk kinyitni. Az ottani dolgozók egy része besegít a szőlőben, egy része karbantartási munkát végez, egy része pedig szabadságon van. A borászati részen folyik a munka, a szőlőbe is műveljük a szőlőt, és megvan a kötetések, és folyik a gyomírtózás, és ilyen támrendszerjavítás. Itt a pincészetnél panaszkodások és egyéb munkák voltak, egy része a csapatnak home office-ba dolgozik, egy része pedig itt a helyszínen. Itt nagyon sok munkát végeztünk, de úgy gondoljuk mi, hogy az értékesítés az idejében nagyon-nagyon csökkenni fog. Itt a kereskedők és az éttermek nem tudnak eladni bort, egyébként a multikba tudunk bízni, hogy ők viszik a tételeinket, és nagyon erősítünk a online eladásban, a webshopos eladásban. Több borászat online is értékesít. Az online értékesítés terén webshopban szeretnénk minél többet értékesíteni, ezt elkezdtük, és kisebb sikerrel folytatjuk is. Mi is elindítottuk az online borvásárlást, nem is lehet rendelni borokat. Igazából visszaesett a forgalmunk, mert a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, szállodák zárva vannak. Igazából a kisboltok, illetve a szupermarketek vannak nyitva. Akik oda szállítanak borokat, azok kicsit jobb helyzetben vannak, mert ott legalább fogynak még a borok. Bízunk az online értékesítésbe, illetve boltunk még nyitva van, ide is lehet jönni vásárolni. Az idei év próbára teszi a szőlőfelvásárlást is. Gond ugyanis, hogy nincs elég hely a pincékben. A járvány miatt nem fogynak kellő ütemben a készletek, így a termelőknek, borászoknak mindenképpen új utakat kell keresniük. A tárolókapacitásokat bővíteni kell, hangsúlyozza Bodri István. Nem egyszerű az biztos, mert ha nem fogynak el a borok, nem lesz új bornak hely. Itt hát azt lehet tenni még, hogy tárolókapacitás bővítésbe kell gondolkodni. Itt mind a kisebb, mind a nagyobb borászatnak probléma, ez nem csak a kisiket érinti. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem ez egyszerű az év, de a szőlőt meg kell termelni, mert abból lesz az új bor, abból lesz a bor majd. Kihívások elő nézünk idén, nem lesz könnyű év, de mivel optimista vagyok, szeretném megoldani a kérdést. A megoldás az, hogy megpróbáljuk eladni, ha meg nem tudjuk eladni, akkor nem tudjuk, mi lesz még. Tehát úgy gondolom, hogy ha rövidesen vége a járvány időszaknak, vagy legalábbis ki lehet nyitni, és ellen kezdődik újra az élet, akkor nem lesz nagy probléma, az akkor lesz nagyobb probléma, ha ez nem tud most, nem sokára, vagy nem tud rövidesen újraindulni, és sokat kell várni az újraindulásod, akkor lesz problémás helyzet, szerintem. Mészáros Péter azonban bizakodik, azt reméli, hogy az eladás megnő, és lesz hely az új boroknak. A szőlő sokat kinnalszik, nem tudjuk, hogy milyen termés várható. Az biztos, hogy a készletek azok nagyobbak, mint ilyenkor szokott lenni. Bízom benne, hogy az értékesítés megnő ősszel télen, és akkor az ősszel született szőlőt fel tudjuk dolgozni, és nem maradt kinn a tőkén a szőlő. Több hónapos kiesés várható bevételből, ugyanakkor a szőlőt művelni kell, a permetszerek pedig drágultak. Minden nehézség és kihívás ellenére azonban folyik a munka a szőlőkben, pincékben. A vendéglátással és a borászattal is foglalkozunk. A vendéglátás úgy az teljesen be kellett szüntetni, a borászat az szerencsére működik. Akik a vendéglátásban dolgoztak, azoknak felajánlottuk, hogy a borászatban dolgozzanak. Valaki élt ezzel a lehetőséggel, valaki nem. Hát bízunk abba, hogy hamarosan jobbra fordul a helyzet, és akkor ki tud nyitni a vendéglátóegység is, és akkor minden működik úgy, ahogy eddig is működött. Azonban a kormány által bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések, köztük a járulék kedvezmények már nem csak a vendéglátóipart érintik, hanem a szőlő és bor ágazat szereplőit is. Ez pedig nagy segítséget nyújt a koronavírus járvány okozta hatás enyhítésére, mondta Mészáros Péter. 25%-ot mindenképp
visszaesett a borforgalom. Ugye a húsvét az mindig erős szokott lenni, és most a húsvét egyszerűen ilyen gyengébb volt, mint az eddigi húsvétok. Abba bízunk, hogyha rendeződik a helyzet, akkor bepótolják az emberek a borfogyasztást. Bodri István borász szerint is jók a kormány intézkedései. Ezek azonban nem pótolják a személyes kapcsolatokra épülő borkóstolásokat. És vannak ilyen kormányzati csomagok, amit ha tudunk, akkor igénybe is veszünk. Ez segítség, de sose fogja pótolni a előtte levő időszaknak a lehetőségeit. Mostani optimista számításunk szerint 30-40%-os értékesítés csökkenésünk lesz idén, de ez most a mi számunk is optimista. Nem tudom, hogy mi lesz a vége ennek. Itt a kormányzati mentőcsomagok még kiterjednek valószínűleg a hiteleknek az elhúzására is, a hitel visszafizetés elhúzására is. Ez is egy jó dolog szerintem, mert ha nem tud hitelt törlesztés fizetni a vállalkozás, és mondjuk 10 évre, 20 évre módosítják a kamat és a tőketörlesztés, azért ez segítség lesz a cégeknek. Bizakodóak a pincészetek tulajdonosai, mivel augusztus végére már többüknél vannak szoba és teremfoglalások.